a legutóbbi azonnal is interjúmba tegeződtünk a Jobbiknak a tegeződés kampánya miatt, de most már ez a szakállal annyira komolyan néz ki, hogy nem merem letegezni. Mert nem tudsz, hogy szakállat nevez? Nyugodtan tegeződjünk, maradjunk akkor ennyiben. Így komolyabbnak gondolják a választók? Vagy volt valamilyen a választásokra készülő koncepció mögötte? Nem, nem volt semmilyen jellegű koncepció. Az ünnepek után rajtam ragadt. És most már a választásokig nem is kívánom leborotválni. Akkor, akkor örülök, akkor megígérezek, szerint, hogy nem lesz élő adás Facebookon, mint Juhász Péternek, amiben nem borotválkozik, mert ettől már egy picit rettegtem. Nem, 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 lesz ilyen. Hiányoztak a fideszesek a mai ülésről, ugye a migrációról és az általuk befogadott oltalmazottokról kezdeményeztek ennek egy rendkívüli ülést, aztán nem jelentek meg a fideszesek, hiányoztak ennek. Nekem a fideszes képviselők nem szoktak hiányozni, de azt gondolom, hogy az országgyűlés az arról szól, hogy ha összehívják bárki és bármilyen célal is, akkor országgyűlési képviselőként ott kell lenni mindenkinek. És ma a Fidesz képviselői élőkön Orbán Viktorral nem mertek megjelenni, elfutottak ezelől az országgyűlés elől. Orbán Viktor egyenesen Bécsig menekült, ugye a történelmünkben már volt ilyen, annak idén Jelasics és Kumbéla is Bécsbe menekült a magyar emberek elől. Orbán Viktor ráadásul annyira zavarban volt, hogy a vasútállomáson még a hátizsákjának is vett egy helyjegyet a vonatra. Úgyhogy nem hiányoztak, de azt gondolom, hogy az embereknek hiányoz, hiányzik az a fajta válasz, vagy az a fajta magyarázat, amivel Orbán Viktor tartozna. Ha már a migráció és ha már Törökország, amivel önnek, önt mostanában összefüggésbe hozzánk, most egy másik török témát vednék fel, ugyanis a, a jobbik és általában a magyar pártok se kommentálták, hogy Erdogan török elnök offenzívát indított szíriai kurt területek ellen. Mi erről a jobbiknek az álláspontja, hogy Törökország agresszorként viselkedik gyakorlatilag NATO -takként? Hát nem örülünk neki, nem örülünk neki, és úgy általában ennek az egész szíriai konfliktusnak nem örülünk, mert valójában nem is Szíriáról szól, hanem nagyhatalmaknak a játszmájáról a közel az Egyesült Államoknak, Oroszországnak, Iránnak és részben Törökországnak a nagyhatalmi játékáról, amelyben... Most Oroszország mert... akkor Törökország mögé állt, be most így? Hát én az orosz-török viszony kapcsán nem mernék ilyen szilárd hogy mondjam, álláspontot megfogalmazni, azért nagyon jól tudjuk, hogy a két nagyhatalomnak történelmi konfliktusa van, hol összefognak, hol egymás ellen fordulnak, az azért eléggé bizonytalan és eléggé nehéz azt állítani, hogy itt egy hosszú távú orosz-török összefogásról lenne szó. De egy szó, mint száz, ami Szíriában zajlik, az szerintem nagyon rossz és nagyon nagy felelőssége van a nagyhatalmaknak abban, hogy az mikor ér véget. Mi nem Magyarországról nagyon sok mindent sajnos nem tudunk tenni. Elképzelhető, hogy ez egy újabb, a menekült hullámnak egy újabb fázisát indítja el, hogyha onnan a kurdok elkezdenek menekülni, akkor Magyarországnak mit kell tennie? Hát én azt gondolom, hogy ennek a veszélye sajnos megvan. Ugye Törökországban amúgy is már évek óta, ha jól tudom, kb. két millió menekült tartózkodott különféle ideiglenes átmeneti, táborokban. Ez még akár meg is sokszorozhatja a számokat. És könnyen... Gondolja, hogy egy török táborban a kurdok biztonságban lennének, amikor pont a török kök miatt kell oda menekülniük? Tehát ilyenkor nem kellene Európának szolidaritással felépnie? Pont ezt akar, ezzel akartam folytatni, hogy de lehet, hogy ezek az emberek, mivel ugye kurdokról van szó, nem fél, Törökországban akarnak majd maradni, nem elindulnak Nyugat-Európa vagy egyáltalán Európa felé. Az én álláspontom az, hogy a lehető legközelebbi biztonságos helyen kell az ilyen esetekben az embereknek a problémáit megoldani, átmeneti elhelyezésüket. Görögország? És, és olyan országokban adott esetben, amiknek a kulturális berendezkedése hasonlít ahhoz az országhoz onnan ezeknek az embereknek menekülniük kell. Tehát én inkább olyan iszlám országokra gondolnék a térségben, ahol nincs háborús veszély, és ehhez pedig nemzetközi támogatást kell nyújtania minden országnak, köztük Magyarországnak is természetesen akkor ha ők ezt nem teszik meg, akkor Magyarország elutasítja, vagy hogyha a jobbik megnyeri a választást, akkor el fogjuk utasítani, hogy ezeket a kurdokat akár néhányat befogadjunk közülük? Magyarországnak ebben az esetben a jobbik kormány az ENSZ-ben fogja mondani az álláspontját, és arra fogjuk felszólítani a környező muszlim országokat, hogy adjanak helyet a menekülteknek, amennyiben ne adja Isten Európában vagy keresztény világban lenne hasonló helyzet, akkor természetesen azt gondolnám, hogy a keresztény világnak lenne a kötelessége a menekülteknek az ellátása, akár mennyire is sajnálja az ember a menekülteket, akár a kurd menekülteket is, hogyha újabb tömegben érkeznének Európába bevándorlók, ezt nem hiszem, hogy akár Európa, akár Magyarország kezelni tudná.